Közös kiképzést tartanak az Országos Mentőszolgálat és a Katasztrófavédelem munkatársai a nyíregyházi tűzoltóállomáson. A mentők azokat az elsősegély nyújtási, illetve újraélesztési módszereket ismétlik át a tűzoltókkal, amelyek a balesetek vagy a tűzesetek sérültjeinek ellátását szolgálják. Az éves kiképzési terv részeként folyamatos a tűzoltók szinten tartása, tudásának szinten tartása. Éppen ezért mondjuk egy elsősegély nyújtásnál a tűzoltók hiába vannak ugye ennek birtokába. Az éves frissítés mindenképpen előírt és célszerű. A mentőszolgálattal közösen ugye nem csak olyan stratégiai partnerek vagyunk, hogy egy-egy kárhelyszínen mondjuk a mentők kiérkezéséig, ha hamarabb érkeznek a tűzoltók, egyfajta elsősegély nyújtást, a beteggel való foglalkozást meg tudják tenni, főleg mondjuk, ha egy gépjárműbe szorult, sérültről van szó, hiszen tudatánál kell tartani, illetve azokat az elsődleges beavatkozásokat meg kell tenni, amely az életbe maradását, illetve a gyógyulását elősegíti. A képzések évek óta tartanak, a két szerv közötti együttműködés stratégiai fontosságú, tette hozzá a szóvivő, aki elmondta, az elméleti és gyakorlati tudást egyaránt frissítik ezeken a foglalkozásokon.